egy osztályhoz két pedagógus tartozik, és ők megosztják egymás között a tantárgyakat és a munkát. Nem csak a szülők kaphattak információt, illetve tájékozódhattak az intézmény nyújtotta lehetőségekről, hanem a gyerekek is bepillantást nyerhettek játékos programok segítségével az iskolai életbe. A mai napon intézményvezetőként bemutattam az iskolát, de talán ennél is hasznosabb, hogy a következő hónapban, márciusban lesz egy olyan alkalom, amikor a szülők bejöhetnek, és a leendő tanítónőket óra közben megnézhetik, és ott láthatják, hogy milyen kapcsolatot tudnak kialakítani, milyen a légkör, és tényleg tanórai keretek között ismerkedhetnek meg velük. Ez az egyik legfontosabb állomás szerintem. Az iskola számára nagyon fontos, hogy a gyerekek szórakozással egybekötve ismerjék meg az intézményt, így ne az ismeretlentől való félelem, hanem az újdonság varázsa és a közös játék legyen a meghatározó élmény számukra. Én azt gondolom, hogy amikor a gyerekek az óvodából idejönnek, akkor először megrémülnek, hogy bejönnek a nagy iskolába, az ismeretlenbe, és azt gondolom, hogy a mesével nagyon jól el lehet vonni a kis figyelmüket, és el lehet varázsolni őket pillanatok alatt. A gyerekek találkozhattak az idei év elsős tanítóival, így ha ezt az intézményt választják, már nem egy idegen helyre ismeretlen emberek közé érkeznek, hanem olyan pedagógusokkal kezdhetik meg a tanulást, akikkel korábban már közös élményeik születtek. Amikor elrepült előtted a sorban, akkor gyerek! Gyorsan, mert hát ez nagyon lassú lesz így! Nagyon fontosnak tartom, hogy a szülők és a gyerekek is betekintést nyerjenek az iskolába. Próbáltunk olyan programokat összeállítani, amely a gyerekekhez közel áll, ezért találtuk ki a bábozást, mert azzal úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk fogni a gyerekek érdeklődését. Illetve igyekeztünk bemutatni az angolos vonalat, illetve zenés játékos programokat, tesis programokat csináltunk. A beiratkozásra áprilisban kerül sor, de addig is vár minden leendő elsőst a Széchenyi Iskola programsorozat következő alkalmára.